A Hunyadi Panzió 60 millió forintos támogatást nyert el, ennek köszönhetően 43 férőhelyes kapacitással tud tovább működni. Volt 7 szoba, ez teljes felújítást kapott, a szobák is, a fürdőszobái is, a bútorzata is, és a főépületben kialakítottunk a padlástér beépítésével. A padlástérben 5 új szobát, fürdőszobával természetesen, önálló fürdőszobák azok kötelezőek, a földszinten pedig 2 új szoba lett, tehát a főépületben, fürdőszobával, kis előszobával, a recepció és az étkező is teljesen új köntöst kapott. A kivitelezési munkák jelentős részét a Szabó Kert Plusz Kft. Végezte. A teljesítés részleteiről Szabó István ügyvezető igazgató számolt be. Már tavaly augusztustól akkor kezdtünk bontással, tetőbontás, födémcsere, lejeposztuk a födémet, azért mert beépítésre került. Új födém került kialakításra vasbetonból egy speciális, egy ilyen nikecel szigetelési födémrendszerrel. Térburkolást csináltuk meg az udvaron, illetve a kertet, öntözőrendszer, füvesítés, növénytelepítés. A Kelemen Panzió is sikeresen pályázott a kisfaludi programban, 59,5 millió forintból tudtak modernizálni. Itt a régi fallabda pályát számolták fel, és az így felszabaduló teret építették be, hogy bővíteni tudjanak. A 6 méter belmagasságot megfeleztük egy ilyes födémmel, és akkor ennek következtében az ilyes födém, ez egy nikeszel födém, ez Lengyelországban gyártják, de megvan a magyarországi forgalmazója. Ezt vasbetonnal öntöttük, és akkor fönt létrejött 4 szoba, alól pedig 2 szoba, meg egy társalgó tér. Vagy utána jöttek gipszkartonosok, más szakmák is azok folytatták. Nagy bontások voltak itten, és hát ez nagyon kitolta a munkát. Majdnem 70 köbméter törmeléket kellett elszállítani, alapozásoktól kezdve, mindennel együtt. Az ilyen és ehhez hasonló lehetőségek hozzájárulnak ahhoz, hogy Makó városában megerősödhessen a turizmus, ugyanis a vírus helyzetből fakadóan igen nehéz helyzetbe került a szektor.